kedves egyvegyünk, de kedves barátaim, most, amikor a világ az orvosi társadalomtól iránymutatást, magasabb technikai és szakmai színvonalat, több elhivatottságot, több tanulást vár, felkérem önöket, kedves ideggyógyász kollégáim, a távoli Ausztráliából, Kanadából, Pakisztánból és Bulgáriából, hogy idézzük... Nem, én vágom fel azt a pulykát, és megmondom annak a hentesnek, elég, ha a műtőben ügyetlenkedik. Napotokon van, Timer! Nem kérdez, vasét? Dolgom van, Konori. Hát kinek nincs? Három nap múlva karácsony, most kezdjük a színdarab próbáit. Apropó, a főnővér nem hagyott itt nekem néhány Viktor akkori elmet. Mondja, nem zavarja, hogy tanulni szeretnék? Mi ez a Mikulás beszéd a betegeknek? Az előadás volt a konferenciára. Jó, hát nem árt, hogy tudja, hogy 204 gyógyász nem restett ide jönni. Egészen Ausztráliától Bulgáriáig, ide Londonba. Azt elhiszem. Egy hét közpénzen, teljes ellátással a szabolyhoz. De arra úgy van. Fenébe már. Megvan! Maga hánykor kezd? 12-kor. Hát akkor még 1 órája és 14 perce van, hát ugye nem iridlem. Sok szerencsét. Köszönöm. Nem ideges? De! Felesleges, képzelj csak el! 200 ideggyógyász közül valakinél mindig akad egy nyugtató, nem? Jaj, Tibi! Édesem! Igen, de jó, hogy itt vagy. Nincs apróm. A sebegemet sem tudom még kriam. Tudom, drágám, hogy zavarlak. De most az utca közepén állok. Jó napot, doktor! Ó, napot, Mrs. Mortimer! Az előadás miatt jött. Nyert! Hogy is mulaszthatnám el a férjem nagynapját? Hát, talán csúfos kudarcra szentem a szövegemet. De hát tegnap este már kívülről fújtad. Hát az tegnap volt. Ha ma belesül, akkor aztán tényleg fújhatja. Legvalószínűbb egy hasét. Ó, köszönöm. Finom, a nővér sütötte a fertőző osztályról. Akkor inkább várok karácsonyig. Ugye a Konori nincs aprója? Megnézem, megfogom egy pillanatra, de nem fertőtöztem. Drágám, te nem jöttél túl korán? Sir Willoughby említette, hogy te meg én fogadjuk a küldötteket az előadóteremben. Két font elég lesz? Remek! David majd megadja. Ha addig nem találkoznánk, sok siker, drágám. Nagyszerű leszel. Köszönöm, fiam, köszönöm. Csak nem vagy idegös. De ideges vagyok! Ugyan már felesleges. Viszlát a konferencián, doktor. Nem, nekem fontosabb dolgod van. Köszönöm, Konoli. A karácsonyi meseműsor próbáikat előadunk a betegeknek. Hát az tényleg nagyon fontos. Tessék. Te is benne vagy az idén? Miben? Hát a meseműsor, vagy előadunk a betegeknek. Legem itt orvos vagyok, és nem ápolt. Igen, 201 gyógyász meg az előadásom érdekel. Biztos vagyok benne, hogy a kollégáid jobban szórakoznának, ha a karácsonyi meseműsort adnád elő neki. Ilyen igazán van, tényleg. Konori, akassza magára a büdös hasját, és tüntessél el magát. Olyan. David! Hello, doktor Bonnie, kész, hogy nem sokára kezdjük a jelmezes főpróbát. Csak sok szerencsét akartam kívánni neked, David. Köszönöm, az rám fér. Köszönöm. Köszönöm. Mondtam már, hogy köszönöm. Ez a te nagy napod, igaz? Igaz. Nem vagy ideges? De! Már Konori szent készen egy gyógyász közül valaki lakad idegcsillapító. Mit csinálsz? Nem rossz ez. Van nálam idegcsillapító? Vízhajtó van. Jön az magától is. Nem zavarlak, csinálj csak nyugodtan. Miért? Na, ides máj! Hát legalább 10 oldal. Ez kívülről nyomod. Hát annyit tudtam megtenni az első motorot, akkor Konori darabjába. Kézed el! Bejövök két, tehát még kalózkapitány. Első mondat nagy rögés, ott van a főnővér. Ő a főnősnő. Már érdemes megfigyelni, ezt egyet. Vasmacskákat nyávogtatni! Ezzel fognak röhögni? Hát majd, ha nem így mondja, akkor esetleg. Jó, nem kell neked inkább vizitelned? A vizit, jéj! Ugye, ugye? Most fejeztem, mert mit hűítesz engem, hát a szív roham jön rám. De azért annak idején nem hittem volna, hogy egyszer ott állsz majd az MRV-nyel, és te tartod a medicina alapítvány megnyitóját. Egyébként felcsöksz, én már nem tartok meg semmit. De hát csak nem, de kell egy jó teja? Nem! Ez jó lesz Mikulás üvegnek. Konori! Nem akart tündérben? Te csalott tündérben. Olyan jövésben és olyan, mint egy pályaudvaron. Júj, de lérges Mikulásom! Ez orvosi társadalom főnövér. Tudom, de erre rövidebb. Nem magyarázkodjon, ki az elhúnyt főnövér. A betegek karácsonyi meglepetés. Segíthetek? Úgyis a hullakamrába rejtjük el.
Nem romlik. Nővér, itt a jelmezet, esetleg. Mi eljelmez? Hát, hogy mese darab. Doktor, Kolai darabjával. Jaj, színésztő lesz. Hogy mondaná a főnővér azt, hogy vasmacskát vagy nyávottat? Remélem, doktor Bonynak nem kell minden poént elmagyarázni. Bonnali, nézzel a tükörbe, álljuljon el és tüntesse el magát. Új, ez aztán az erélyes férfi. Vasmacskát vagy nyávottat. Csókolom a kezét, hölgyem. Maga kicsoda, uram? Dr. Mike Connery vagyok, uram, a házhoz tartozom. És mondja, maga egész évben ezzel a fityulával a fején mászkál, itt lesz fel. Mi? Ja nem, ez a mese műsorhoz tartozik, Sir Willoughby, persze. Nem parancsol egy hasit, nagyobb virom? Köszönöm, nem, de megkérem, hogy távozzon, ja. Dr. Mortimerrel szeretnék beszélni. Már is, uram. Csak még hadd ragadja meg az alkalmat, és hadd kívánjak önnek nagyon boldog karácsonyt. Nagyon köszönöm neki. Van egy kis szerep, egy kis tegyhalott tündér, kis szoknya, kis... Ja, nem, csak kérdeztem, jó? Jó napot, szörnyűvi. Üdvözlöm, Dr. Mortimer. Azt hiszem, nem kell külön hangsúlyt, kérem, ne szakítson félre. Bocsánat, elnézést kérek. Hogy mint a Szent András Kórház nyugalmazott igazgató főorvosa, azt hiszem pozícióm egyedülálló, amikor a bevezető beszéd előadójának kijelöléséről van szó. Milyen jó együtt vagyunk. Mondják, uram, hogy nem én voltam a legesélyesebb. A legesélytelenebb volt. De hát, szegény ember vízzel főz. Javaslatom ellenére az idén a neurológiára esett a választás. És minthogy nálunk maga a vezető ideggyógyász, így evidens, hogy maga ad el. Ígérem, uram, hogy nem van velem szégyen. Hát ezt nem is ajánlom. Mondja, tartalmaz a beszéde megjegyzéseket a jelenlegi kormányra? Nem, uram, semmilyen formában. Hát akkor tegyen bele maga, szerencsétlen! Teszek, uram, de milyen megjegyzéseket? Hát elismerőeket, az Isten szerelmi rád. Itt lesz az egészségügyi miniszter. Igen? Szeretném megnyerni a támogatást. Uram, lesznek elismerő megjegyzéseim. Aztán térjen ki a pénzhiány. Pénzhiány. De vigyázzon, hogy nehogy ez a sok tengeren túli kuruzsló azt higgye, hogy meg vagyunk szorul. Értem, uram, tehát szorulás az nincs, csak hiány tünetek, ugye? Igen. És fogja rövidre, mert a neurológia a zsibbasztja az agyat. Hát veszem észre, uram. Pardon, most. 5 perc múlva várom a szobámban, szeretném még átolvasni az expozét. Ott leszek. Tudja, ez az expozé, ez előrelépést jelenthet az igazgató főorvosi székhez. Hát erre én még nem is gondoltam. Arcátlan hazudozó. Maga nagyon is jól tudja, hogy a Szent Andrásban gyakorlatilag egyenes út vezet az expozétól a lovagi cím. Hát, lovagi cím. Miért mit gondol? Én miért kaptam az enyémet? Látja, ezen már én is sokat gondolkodtam. Ezt megjegyeztem. Minden fájtos kezdhetem előről. Tisztelt barátaim, kedves egybegyűltek, hála, jó szó, hogy hála. Hála a bűkező anyagi támogatásnak, hazánkban virágzik az egészségügyi szolgáltatás. De miután az egészségügyi miniszterről is jelen van, benyalok egyet. Vagy azért? Hadd hivatkozzam a pénz hiányra, és bár rövidre kell... Bocsánat. Kérdezzem, ez orvosi társalgó. Elnézést. Ja, ezeket társuk, le van a földszinten. Igen, tudom. Magához jöttem, Dr. Mortimer. Beszélek a kezelorvosával, és kéne egy beutalót az ápolónőtől. David. Mi az, hogy David? David. Mi az, hogy David? Én vagyok az Jane. Jane? Jane, igen. Taylor nővér! Atya, Isten, Jane! Nem akartalak fölizgatni! Hát meg neked mindig sikerült, mutasd magad! Ó, rég volt, több mint 18 éve. Semmit nem változtál! Azért nem akartál megismerni! Hát nem csak rajta volt ez a hülye szemüveg, Istenem te ezt! Hát te voltál a legügyesebb, legcsinosabb ápolón az egész osztály. Volt módod az összehasonlításra! Azért nem mindenkivel voltam olyan bizalmas viszonyban, mint veled. Csak a kiválasztottakkal, igaz? Ne lábbazok, Isteneknek, bejön valaki! Ne lábozzál! Figyelj rám, én 18 éve boldog házasságban élek, Jane, ne csinálj ezt! 18 évvel ezelőtt is boldog házasságban éltünk! De várjál, ha jól emlékszem, te is akartad, nem? Hát persze, olyan izgalmas volt a laboratórium lombikjai között! Csak úgy durrantak szét azok a hülye lombikok, emlékszem! Jaj, Jane, tényleg bejön valaki, és a világ botrány lesz, kérdezem, hogy... Júnior,
Mi baj van? Mi ez? Zsibad a lábam. Remegek, leülhetek. Itt ne, inkább innen ülj le, mert ha jobb a lábad, mennyi veledek, csak kifele menni. Ne haragudj, mert én tartom itt egy nyitő előadást a konferencián, gyere. Hopp a kabádba, hopp, gyere. David, már 18 évvel ezelőtt meg kellett volna mondanom. Mit? Soha se gondolkoztál még azon, hogy miért hagytam ott olyan hirtelen a kórházat? Hát szépen faképni hagytál minket. Várandós voltam. És mit vártál? Azok után, amit csináltunk, mégis mit gondolsz, mit várhattam? Hát fizetésemelés biztos. Tudod, mit vártam? Mit? Gyereket. Gyereket? Azért mentem el a kórházból, hogy szüljek. Látod, ez milyen furcsa, hogy más pont fordva csinálja, azért jön be a kórházba, hogy szüljék. Miért? Gyerekünk van. Igen, az én hibám volt ilyen hülyeséget, véletlen terhesség egy ápolónőnél. Orvosnak se válik dicsőségére. Felizgattalak? Ah, csak járok egyet, aztán vagy. Kész egy jó szivar? Egy beszél. Hát csak viccelt, nem is tőlem van a gyerek, ugye? De hát nem volt senki más. Már majdnem elmondtam annak idején, de aztán nem akartam felforgatni az életedet, olyan törekvő voltál szakvizsga előtt. Isten áldja, miért döntött, hogy pont ma mondod el? Lez miatt. Ki ez a Lez? A fiú. Kis fiúk vagy. Hát Lez elég nagy fiú már. Én vagyok, persze. Mit tud rólam? Mindig azt mondtam Leznek, hogy az apja neve Taylor. Taylor? És hogy én Mrs. Taylor vagyok. Zseniális vagy. Meg hogy Mr. Taylor meghalt, amikor Leslie még kisbaba volt. Ez a beszéd, hogy dögöljön meg, óriás! A Himalája megmászása közben. Himalája! Tegnap aztán elmondtam Leslie-nek az igazság. Mit csináltál te tegnap? Hát tegnap volt a 18. születésnapja. Ezt kaptál, elég rossz ajándék. Hát. Gondoltam, 18 évesen illik tudni az apjáról. Nedvemet elárult? Ne aggódj, nem azt mondtam neki, hogy te voltál, legalábbis nem népszerű. Csak annyit, hogy nővér gyakornokoromban viszonyom volt a Szent András kórházban egy fiatal orvossal, aki már nős volt. Ezt okosan tetted rá. Rosszul tettem, nem nézte fel, hogy a hat ez Lezire egész nap ezzel rágódott, nevetett és sírt, és mivel hogy a születésnapja volt, egy kis pesgőt is ittunk, azt hiszem, ez sem tett. Nem érdekel, a nevemet elárultad? Nem, de már rémes állapotba került, este altatót vett be, de nem használt, úgyhogy megitta a maradék pesgőt is, és leüvítette egy fél üveg ginnel. Egy pesgő ginnel altató? Hát Isten fájt, ez te csak 18 szerzőtben nem itt tartanám. Hát bocsáss meg. Hisztérikusan viselkedett, szerinted te tehetsz mindenről. Hogy én mindenről? Igen, elhagytál engem, és a fiamból árvát csináltál. Te ne egyed meg 5 perc előtt, azt sem tudtam, hogy ez a hülye lesz, de a világon van. Teljesen ki van borulva. Ő van kiborulva. Ha láttad volna ma reggel, nem lett volna szabad engednem, hogy fölkeljen. Tudod, még csak most tanul vezetni. Vezetni tanul. Azt mondta, elszánta magát, idejön és kideríti, hogy ki volt az apja, és mielőtt megakadályozhattam volna, beugrott a kocsimba és elhajtott. Taxi utána jöttem, lenn van a portán! Hogy itt lenn a portán? Nem érted, ahelyett, hogy az apja csontjai egy szakadékban hevernének a Himalája oldalában, helyette itt vagy élve és elérhetően. De figyelj rám! Lehet, hogy élve, de nem elérhető. Könyörgöm, vidd el a gyereket, add meg a telefonszámodat, ha hívlak. Nincs 5 percet, vidd el a gyereket. Az nem lesz jó. Miért lenne jó? Nem tehetem. Miért? Nem tehetem, mert bele van a rendőrőrmester, és aki letartóztatta. Lassítsunk már egy kicsit. Rendőrőrmester, aki letartóztat. De miért? Jogosítvány nélküli ittas vezetés, gyors hajtás és hatóság elleni erőszak. Sok azért így gyomorra, hogy nem is így menni. David, elnézést kell, Sir Vilga szobájában vár rád. Mindjárt csak le kell mennem a portára, meg kell nézni a gyerek. Micsoda? Beteg gyerek. Azt mondja, még beszéd előtt szeretetem, ezt figyelme. Vaspaskál, vagy rámok! Milyen vicces, nem tudom, ki fog ezzel röhögni? Elmeséltem a portás bácsának, azt elaludt közben. Te ez a Taylor nővér. Kicsoda? Tényleg a Taylor nővér, te? Tényleg, mi a... Ismertek egymást? Hát már én is hittem, ti mennyit hülyeskedtetek? Hol a lobbikok között, csak? Ki honnan veszed?
Köszönöm szépen! Jane! Hoppá! Jane Taylor! Nagy karácsonyi meglepetés szerzett nekem! Na hát nekem is! Meg a semmit sem változott, doktor Bonnie! Na hát a hajam az jó megritkult, ezt nézd! Régen a marha sűrű volt a hajad, mi? Ez is igaz! Mennyi ideje is? 18 éve! Úr, és 18 éve! És 9 hónapja! Hivatalos vagy? Magárügy? Hivatalos? Magán. Hivatalos? Nem. Kérdezzél, erre jár! Beugrott kellemes karácsony ünnepeket kívánni, ez a magán része. A hivatalos meg, hogy érdeklődött, hogy van-e nővérfelvétel. Na! Na mondom, nincs! Szükségünk van ápolónőkre. Hát fiatalokra, idősekre már nincs szükségünk. Ezt kívánni nekem. Még nyugodt álljon föl, induljon el szépen, menjen a lábával, menjen kifele, csak csomagot föl ne hozzon, vigyek ne, alatt. Nem iszik meg velünk egy kort? Nem, köszönjük, sosem iszik, sosem. Hát az előtt mi volt? Az előtt sok mindent csinált, amit nem kellett volna, mindjárt már. Gyerekek, hogy mennyit hülyéskedtünk, emlékszem? Jaj, ne hagyjuk ezt, nem. Alig maradt időnk a betegek. Na jó, nem. Fogadni mernék, hogy azóta sikerül fölcsípni valami jóképű férjet. Hát, sikerül! Mi a foglalkozása? Halott! Halott? Lezuhantam Himalájáról. Úristen, mikor? Már régen. Mi maradt? Gyerek nincs, fia meg, pláne nincs. Te teljesen kibuzsad. Kérdezően nincs családja, teljesen magányos, zátorra futott az élete, elmesedett, könyvbe lábadt a szemben. Mert mennyi már vasvaságot nyálott, Pepi? Mennyi már a kis és húgy el a csomagját a fotát. Nem hallgatja meg David beszédét? De meghallgatja, hogy bevásárolja a családjának ezt az karácsira. Családjának? Most mondod, hogy nincs is családja. Ja, neki úgy nincs, tehát hogy az az én családom, az ilyen. De sok barátja van, kitesznek egy csak. Menjél már az Isten áldjon! Úgy mondanád, ezt a rohadt vasmacs nem fog összejönni. Hangosan és így sántiká, vasmacskákat nyár, menjél már! Add meg a telefonszal, hogy fölhívlak. Jó. 67-43-105. 67-43-105, jó? Jó. És mi lett lezzel? Őt is felhívom. És az őrmester? Őt is mindenkit felhívom, figyelj ám! Az őrmester ez mit tud? Róla semmit. Ledvi csak annyit mondott neki, amennyit ő tud, hogy az apja itt orvos, de az őrmester nem érdekli, hogy ki az apja, be akarja kísérni vérvételre. Ezért az őrmester felküldött, hogy nézze meg, itt van-e a gyerek apja. Menj le és mondd meg, hogy nincs ott a gyerek. De hallgass! Mondd meg, hogy nem megy el az őrmesterrel. Vincs be, melyik. Minden jót, Mrs. Leslie, minden jót! Örülök, Mrs. Leslie, hogy Mrs. Leslie. Drágám, Mrs. Leslie. Mrs. Mortimer. Felesége. Szervusz, drágám! Mit csinálsz itt, fiam? Leparkoltam. Menj még egy kört, hát egy kört. Ön itt dolgozik? Nem. A férje van, Mr. Leslie, a kettes reporteremben. Legalább Mrs. Leslie éppen rendt utat, amikor remegést nézett a folyosón, de nem a folyosón remegett, ő remegett a folyosóhoz képest. Értem, hogy értem. Dr. Mortimer, 5 percet mondtam, de annak már legalább 10 perc. Ez meg itt Mrs. Mortimer. Már vagy 20 éve ismerem a kedves feleséget. Hogy szalad az idő, szalad mi? Ők itt. Mrs. Leslie, meg Sir Drake, na, itt mondta az elvemem ott. Mrs. Leslie éppen nem tudtam, hogy remegésített a folyosó, jobban van már, ugye? Aggodalomra semmi, jó? Egyáltalán nem mondhatom. Uram, különben készenünk a beszédemben politikai szempontot el. A szögezhetjük le, hogy szorulás ez nincs, csak hiány tünetek. Mrs. Leslie, nagyon megkérem, Mrs. Mortimer, ha a kedves férje végzett Mrs. Leslie remegésével, akkor kísérje be a szobámba, szeretném még vele megbeszélni az expozit. Bocsánat, nem akarja a feleségemmel megbeszélni? Ne szórakoztasson már engem, nagyon kérem. Milyen jól kiment, hogy bejött. Reggel, amikor elindultál hazudról, nem voltál ilyen ideges. Nem, még reggel, hogy reggel volt, még nem. Álljunk fél, és induljon már az Isten szerelmére. Nem, pedig amilyen napokban, menjen már. Amilyen napokban, drágám, lehettem volna. A csomagot föl nem hozzá, nagyon szépen megkérem. Mi ez? Kabát. Ez nem az én kabátom. Akkor még lesz itt fel, ugye? Hát, mi az oda? Be a kezembe volt, na ez ki? Itt a sapkája, megvegye fél, és ezt csomagot föl. Jó, és akkor mi lett az őrmesterrel? Vigyázz, mert van elmond egy őrmester, mert nagyon megingott a bizalma a férje kezelő orvosában. Csak ugyan. De ki az az orvos? Mit kérdezte, fiam? Ki kezeli a férjét? Hogy ki kezeli? Úgy érted, hogy ki a rizé? Hubert Boni! Hubert! Hubert!
Biztosíthatom, asszonyom. Dr. Bonni a kórház legjobb orvosa. Egyik legjobb. Vigyázzunk, meg menjem az. Szárnadám, még 5 percet ott van. Asszonyom, akármi is a problémája, beszélje meg az osztályos. Ez a legjobb. De én nem akarok az osztályos. Megőrült? Hol van a Hyde Parkban? Sámit nagyja maga alatt, tessék. Te foglalkozz a beszédet. Köszönöm, drága, köszönöm. Én pedig visszakísérem Mrs. Köszönöm. Leslie-t a kettes kórházba. Ne, 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 Dr. Bonni rendkívül jó volt. Nekem Dr. Bonni nagyon jó volt, de te is tudod, Dr. Bonni egy tök fej. Vasmacskák az jaj, bocsánat, sem elnézést a kalóz kapitány kalapján. Örülök, hogy még itt. De már megy el, megy már. Nagyon fel van durva. Na jó. A férje miatt. Értem. Mr. Leslie-ről van szó. A kettes korteremben. Mindegy, hogy hányas korteremben van, fiam. Kicsoda van? Mr. Leslie. Ki van? Hát Mrs. Leslie férje, Mr. Leslie. Mrs. Leslie férje meghalt. Jaj, ne! Isten! Hát ez durva dolog volt, Hubert. Hogy lehet így közölni egy hírt? Mrs. Leslie, Mr. meghalt. Nincs vele jó érzés? Jó érzés? Ismered valóban, felszó? Valóban, doktor. Ez nagyon durva dolog. Nem lenne jobb, ha leülnék. Nem, az lőjön, menjen máshely. De nem értem. De mégiscsak jobb, ha leülök, amíg magamhoz térek. Miről van szó? Miről? Nem ért, miről van szó? Az Isten szerelmére. Meghalt a férje. Leesett a Himalájáról. Honnan esett? Himalájáról. Tehát hogy került oda? Hát mit tudom, fölmászolt, hát nem tudom. Tehát 5 perce még itt volt a kórházban. Kicsoda? Jaj, ne legyen már olyan nehéz felfogású, Hubert. Hát Mrs. Leslie férje. Mrs. Leslie férje, itt a kórházban 5 perccel ezelőtt? Mindjárt megmagyarázom. Összefoglalom. Nem lesz könnyű. Mrs. Leslie férje, egy hegymászó eső tagjaként fölmászott a Himalája kelet lejtőjére. Ment. Egyszer csak nem volt tovább hegy, lezuhant. Ő azt hitte, hogy még hegy megy, mert ahogy hegynek megy, de ott már szakadéknak ment. És meghalt, és leesett. Ez vége leesett. Várjunk ma! Na várjunk ma! Hát ez Mrs. Leslie első férje volt. Hoppá, hoppá! Na már majd a második, dehogy, a másik itt van a kórházban, fekszik az ágyban, örül, javul az állapot, napról napra, virul. Mi a nyava ilyen, fogja már meg. Tehát a második férje van neki itt benne a kórházban. Menjen már a kórházban. Persze, vigye már a csomagját, hogy jött benne a kórházban. Értem már, akkor látogatóba jött. Persze, csak már lejár a látogatási idő. Én meg azt hittem, hogy hozzánk jött, értem. Ne huncutkodj már! Vigyázz már, mert te vagy a kezelő orvosa. Kinek? Leslie, kettes kórterem. Leslie? Most mit tudod a fejt, Huber, neked nagyon Leslie. Jó agyad van. Te minden paciensedmét fejből nem tudhatod. De olyan névmemóriám, azt mondod, Leslie, kapásból rávágod meg. Leslie! Mivel hozták be gyerekek? Műtétre. Hát kivizsgálásra hozták be, valóban, és később döntöttek már is benne a műtétbe. Döntöttél a műtétbe? Vigyázz már! Jaj, hát te műtötted. Fiam, nem komoly? Nem komoly, egy kis közvény. Közvényel hozták be? Igen. Én meg megműtöttem. Megműtöttem aranyérrel. Atya, mit csinál? Mi van? Az idegre be... Mindjárt megmagyarázom, mindjárt! Arany... Összefoglalom, figyelj rám! Behozták a férjét, gösvényed, de te egy alapos orvosod, átvizsgáltad, hopp, megy aranyér, megnyitod, de kész, megnyit már tovább! Hát ne akadjunk mindenem el! Gösvényed, aranyérrel! Az előbb is értettem, hogy gösvényed, azt, hogy figyelj, aranyérrel! Nem! Orvosi társalgó, hogy csak?
Mrs. Taylor? Itt nincs Mrs. Taylor. Sajnos nálunk itt az orvosításon... Köszönöm szépen! Nincs Mrs. Taylor. Igen, én most nézem. Azt hittem Mrs. Leslie-nek hívják. Hát úgy hívják. Igen, Mrs. Taylor vagyok. Hall... Várok. Na. Na, mi van? Na most valaki itt össze-vissza beszél. Ja, mindjárt megmagyarázom, várjál ma! Emlékszel a hegymászóra, fiam? Aki fölment, csak tovább ment, mint ahogy a hegy volt. Na, az volt a Taylor. De honnan tudták, hogy ő a Taylor, rád bebondolt? Amikor leesett, rá volt hívva. Kiesett Taylor. Na most, az volt a Taylor, a második férje a Leslie. Na most, ő felváltva azt, hogy Mrs. Taylor, Mrs. Összevissza. Ja, most értem. Jó, hagyjuk ezt. Tehát akkor ezt szerint másra, akkor... hagyjuk már ezt, Huber. Hát... Taylor nővérnek, jó mondom? Eddig jó, de nem mondja. Hát de várjál, Taylor nővér első férjének a családneve is Taylor kellett, hogy legyen, mert csak úgy lehet őt. Így, ő most eltalálta. Taylor nővér. Igen. Ő nővér? Nem úgy nővér, mert húga. Fejezzem abban, hogy nem beszélgetek, most nem megkérem. Az őrmester akar velem beszélni. Az őrmester? Mondtam, hogy van itt egy őrmester. Érdeklődik, hogy elmehet a férje ilyen katonai találkozó. Nem mehet el! Nem vagyok ezzel orvos, nincs bajtársi találkozó. Örüljön, hogy nem fekszik! Szegény Leslie teljesen ki fog borulni. Leslie? A kis kutyája, vigye már! Kutyája? Vigyázz arra, mindjárt leérek! Vigye már el azt a dögöt innen! Mondtam magának, hogy teljesen ki fog borulni, Les! Les? Hát hol Lesnek hívja kutyát, hol Lesek? Ne akadjunk már mindenem föl! De a férjét is Leslie-nek hívják meg a kutyát. Nincs ebből otthon valami kedered? Nincs, mert a férjem nem engedem be az ágyba. Csaholhat a marhája! Na, megmutatom! Nem állatod? Jó, drágám, szakbarbár sem vagyok, én majd megnézem. Egy a lényeg, ide azt a neurotikus is állatot, föl ne hozzak, mi van kívül a bejártam? Szent András kor. Nem az, egy ilyeskedj már, ide nem lehet, de... Kutyát behozni, Kilós? Nyertél, fiam, tovább még, sem hülye, kísérd állat, hogy nem tudod. Erre tessék parancsolni. De hát lehet őrjönkedni fog, kutya! Nem gondolt még rá, hogy kiheréltessük? Takarítjuk már a feleket, próbálunk el a vasmacskákat, mert átveszem vele vége. Mondd velünk, különös? Ilyet. Hát jobban aggódik egy beteg kutyapjátó, beteg férjemet. Drágám, menjünk, mert Sir Willoughby meg. Tessék. Sir Willoughby azt hiszem, kezdi elveszíteni a türelmét. Menjünk, fiam. Jaj, főnővér. Mit tud egy bizonyos Mr. Leslie-ről? Nem a mi dolgunk, nem a mi dolgunk. Leslie. A kettes kórterem. Mindenki, nem ismerős van ez. Nem szeretném, ha ez a nő gondokat okozna. Ugyanolyan neurotikusnak látszik, mint a kutyája. De kutyája? Menjem a dolgát. Legyen szíves, nézzen utána. Köszvénnyel hozták be, és aranyérrel működik. Menjünk már, nagyon szépen kérlek. Köszvénnyel hozták be? Igen, köszvénnyel. Köszvénnyel. Miért nem megy már logopédikhoz? Megműtötték, aranyérrel. Aranyérrel? Nem tudja mi az, hogy aranyér, mi? Aranyér, olyan, mint a... aranygaluska, csak más. Tessék! Dr. Mortimer keresem. Nincs itt. Maga helyben most sem is keresném. De ő lesz a Mikulás, és szüksége lesz a listára a betegek ajándékaihoz. Az rájön majd a beszéde után. Mondja! Mit tud maga valami bizonyos Mr. Leslie-ről? Leslie? Kettes korterembe fekszik. Jaj, nem emlékszem a nevére. Mortimer szeretné megnézni. Mivel van benn? Köszvény, aranyér, válogathat. Igen, utána néz egy főnővér. Ha meg vagyok zavarodva. Hát kutyás köszvényből. Még nem aludtam, de aranyeres kutyáról sem. Főnővér! Én az, de aki mondom, tanultam a tudományokat. Hányszor megkérdem, hogy ne beszél magában. Hányszor megkérdem. Miért? Este aztán nem tudja, kitől hallotta a hülyéket. Magában beszél, ahelyett, hogy engem figyelmeztetek, tudod, hogy ne menjen be a küldöttek közé ingújban? Nézzel oda! 46-es, hogy el kell kezdeni beszélni, nézzel, milyen állapodod vagy! Nézzel meg, hogy nézek ki! Mint egy aranyeres aranygaluska! Vegyek fel a telefont! Minden rám szakadt ma! Halló, Dr. Mortimer! Ezt nem mondod komolyan, Jane? Hogy tudod megszökni egy őrmestert? Nem tudtam, hogy csodáját? Nem, hála is, de nem jött. Nem! A lombik bébi. Mi van, maga így néz ki? Mit csináltál? Mit csináltál? Ez az orvosi társalgó? Ez? Kizárólag az orvosoké. A mamámat keresem.
mamáját? Igen, itt járt, az egyik orvossal beszélt. Egy nő a mamája, egy nőt láttam, az beszélt, azt lement liften, amíg maga följött gyalog. Menjen a mamája után maga is. Maga is orvos itt? Én? Ha? Igen, beteg vagyok. Beteg? Köszvény és aranyér műtétet állítok. Lábadozgatok, ilyen utókezelési terápiaként irodai munkát végzek. Menjen az édesanyja után. Szemét disznó? Fiatalban nyugalom legyen. Ez egy szemét disznó. Kicsoda? Szemét apám. Ez nem szemét. Honnan tudja az maga? Mert az apák nem szemetek. Az enyém az, és szeretnék neki egyet bevágni. Nem megyek el innen, amíg minden orvost nem látta. Van egy tabu a földszinten, nézze végig. Rosszul vagyok. Nem lehet rosszul. Látni akarom a papámat. De látni akarom. Mortimer, mit gondol, mennyi? Magánügy, uram, magánügy. Nem nézelődjön már. Megkacsingassa már, kikezd velem öreg a félre, menjen már! Én csak tulajdonképpen bocsánatot akartam kérni az aranyeres aranygaluska miatt. Akkor köszönöm, doktor úr! Doktor úr, nagyon köszönöm! Doktornak szólította magát? Na de maga azt mondta, hogy beteg! Az vagyok, beteg! Beteg doktor! Teológiai doktor vagyok. Nem tudja mi az. Papféle. Abszolút papféle vagyok. A sok harangozástól köszvényem lett, majd aranyelem, és hát itt lábadozok csak éppen. Akkor miért nem hord olyan fehér nyakörvet? Soha én megismerem magam a nélkül, és menjen szépen ki a lift irány. Nem megyek, amíg minden orvos nem látta. Teljen már föl, értse meg, hogy betegek nem tartozhat kivéle magam, hogyha orvos. De nem értek el! Hozzá, milyen jól... Mi ez? Gyere, segíts már, mert összekoszolja a padlót. Gyere, vigyük már ki a lift irányt. Mi baja van ennek? Elvesztettem mamáját, gyere, tegyük már. Úristen, mibe hunyt el? Ne hülyeskedj már. Az úr adta, az úr elvette. Jaj, segíts már inkább, ne. Jó, csak tegyük ki a liftet való. Na, hagyjon már békén, és vigyen innen a tiszteletest is. Tiszteletes? Mi ez? Valaki dugja már vissza az ágyába. Jó. Ki van bukva a mamája elvesztése? A papámat vesztettem el. Az apját is. Az csak szem elől. Egy családból kettő vagyok. Sok lepóra egyszerre. Elnézést! Azt én keresem, doktor Mortimer. Doktor Mortimer, szabadságom van. Hogy mondta? Igazán, valóta szabadságom van. Menjen már ki. Nem csak a beszélek ajándékait. Vagy elmondja doktor Mortimernek, ha megjön doktor Mortimer. Igen, csak kettősben nem teszi semmiféle Mr. Leslie. Jó, majd közi doktor Mortimer, ha megjön doktor Mortimer. Értettem, doktor Mortimer. De jól vagy, Dévi. Nem, uram. Én, ha valaki, akkor én nem vagyok jól. De minél jobban lennék, ha áltatóságban merülhetnék kórház elgyomogalmában. Annál hamarébb könnyebben a lelkem. Minél előbb áll? Áltatóságban mehetnék kórház elgyomogalmában, annál hamarébb könnyebben a lelkem. Vigyük a büdös francba, gyere, emeltek! Ne lőbne, állj! Én nem is találkoztam veled, drága. Se Huber lepihent egy kicsit, hát nem. Ez semmi fiam, ez egy múló rosszul lép. Elhújt az édesanyja. Jaj, de hülyeskedj már. Jaj, Istenem, szegény. Hát ez borzasztó. Az úr adta, az úr el. Na, hagyd ezt a reklámszöveget, fiam, menjünk be. Látni akarom a papámat! Fejezze már be! Tudom, hogy az apám itt van valahol. Keresse meg, és vigasztalja meg az édesapját. Fiam, ez bízd a kórházi személyzetre, menjünk már. Nézd oda. A lába. A fiú anyja a betegedek volt? De kicsoda? A fiú anyja. Ja, nem, KKM volt. Úristen. Nem K-fiam, KKM. Ez egy rövidítés. Kórházba szállítás közben meghalt. Igen. Jaj, Istenem, szegény, és miben húzt el? Hát elgázott a 31-es busz a Piccadilly. Felkavarodott a gyomor! Helyezze már be! Doktor Bonny, gondolj! Jöjjön már próbálni, a főszereplő a kalóz kapitány darabba, és áll az egész próba. Megjön. Most halt meg az édesanyja. Dehogy! Őszinte részvétem, doktor Bonny. Az édesanyja.
Az anyád. Nyilván igen magas kort ért meg, ebbe belekezd. De hogy... Nyugodjon. Micsoda? Hát ide. Ne hülyéskedjen már neki, nekem csak tikitaki volt, ne? KMK-s volt. Nem, KMK-s volt. Vigyük már a mosdóba. Az egyik kortelepbe vigyétek. Rosszul van, ettől jobban lesz. Látni akarom az anyámat! Ő már eltávozott. Oda lent van. Nem, az biztos, hogy nem. Ő már valahol benn van. Az nem lehet. A tiszteletes úr világosan megmondta, hogy oda lent van. Hogy mondhat ilyet egy tiszteletes? Tiszta hülye, nem? Mindegy. Fiúnak szüksége van az apjára. Szó sincs róla. De igen, hol az apám? Nyilván elment, megnéz az elhunytat lent a tepsiben. Jaj, Kondoli, de... Hol lehet az? Az édesapja itt van? Dehogy van. Hát persze! A mama az előbb itt beszélt vele. Beszélt vele? Azt hittem KKM volt. Én is. De az volt, újraélesztették, és akkor még mondott néhány szót, és aztán meghalt. Hé, hey, mit kusmognak? Cső legyen már konzíliumban. Mama még mondott néhány mondatot a papának, és csak aztán hunyt el, akkor is csak úgy szépen csendben. Na, megnyugtatta, mennyi. A mama... Mama, meghalt! Nagyon, de... A mama na, beszélt a papával, és meghalt! Dehogy! Az a szemét gazember megölte az anyába! Igen, megölte meg! Elzsázolt a 30 égyes kuszapikadéjét! A buszak! Szólja a főnőmének, hogy hozzon be 50 gram szeben... 100 gram szeben át! 100 gram szeben át nyugtatót! Magadnak is adasd a fiam, rád! Ja, 18-ig felé se néz! Aztán ráereszt egy emeletes busz! Az apja nem tehet róla, ne hülyes. Az apa! Az apa! A doktor Mortimer segíthet! Szerintem is segíthet! Szabadságot! Na, vigyék már ki! Mi van? Ürdessék meg! Doktor Mortimer! De! Honnan szerzett az emeletes bunt? Megőrülök, hát ilyen nap nincs! Doktor Mortimer! Hogy ide jön az őrmester? Vágják el neki, aztán megnézem. Jó, jó. Hoztam egy adag nyugtatót a neurotikus fiatalember. Nem maradja meg. De még az egészségügyi kárt helyet se láttam. Éppen ők rendezik. Na de 100 milligra nevetek kicsit sok. Nem, ezret addig be neki, ezret. Sokos állapotban. Nem kell diagnózni a főnövérnek. Nincs, anya kákán, felszólcsó. Kákuber. Jöjjön már főnövér. Kaka! A varjú, vagy mit várok? Főnövér, nagyon szépen, hogy leküljön be a madárra, nézi magát. Hát álljál el! Fizikai lányok, nem látják! Kuber! Igen? Maradékot, lökd be a zeneglányok! Jó! Elnézést, uram! Elnéztem, tessék, parancsoljon! Parancsoljon! Kiről van szó? Egy fiatal embert keresek, uram! Általában vagy konkrét személy? Egy konkrét személyt, uram! Körülbelül 18 éves, hosszúkás testalkatú, punk frizurás, fülbe valót visel. És van valami különleges ismertetője? Van, uram, van. Egészen magát kívül van az apja miatt. És mi köze van az apjának a Szent András kórházhoz? Hát nem tudom, a srác valami nagyon zavaros történetet mesélt az apjáról, aki orvos itt ebben a kórházban. Tényleg? Igen, az anyja is itt van a portál. Igazán? De. A srác mindenáron meg akarja keresni az apját, de hát a... Doktor úrnak nem nagyon akaródzik előkerül. Fantasztikus történet. Hát én ma még nem találkoztam senkivel, tudja, olyan kis csendes napunkban. Ma de ha látom ezt a fiatalembert, értesítem magát. Nem ajánlom, hogy húzakodjon vele, doktor úr. Biszkit? Engem csak úgy tökön rúgott. Jeget. Igen. Hát uram, megyek vissza a portára, hát az anyja közben talán már megtalálta a fiúk. Nagyon való. Álljon már el, uram! Nagyon való, hogy a Gyere már, segíts egy kicsit! Kollégám, Dr. Huber, üdvözlöm! Hogy megy benne a próba? Hát, hogy te próbálj, próbáltok, mit a vakbacskákat nyelvugtatni? Húzza le a gazdáját is! Mondta kíváncsi fáncsi. Mert ez egy gyerek darab. Azzal, hogy mi orvosok, ápolók, mi karácsonyra betanulunk különböző darabokat, tudja? Gyerekeknek gyerek darab, ülőbetegnek ülő darab, járóbetegnek járó darab. Ám maga egy olyan álló darab, de ha már menne járó. El is köszönnék, uram. Vigyázzon a lábával, mert tele vagyok lépcsővel. Huber, akkodjon miattad, mi a fenem? Minden lakot megvan rá, könyörgöm, sajnálom. Dr. Mortimer! David, úgy aggódom, lesz miatt. Lesz, jól van. Hey, kibászott a pártányra! Kicsoda! A fiúval kérdeztette az anyját. Ja, azt mondja, hogy nem jön vissza, amíg az apját nem mutatják. Nem értem én. Most már meg kell mondani, lesznek. Mi van a kutyában? Hagyd már kezdeni! Hívjál a rendőr!
Nem kell rendőr, mi is elbánunk egy elmebeteggel. De mindjárt kiugrik az ablakon. Dehogy ugrik ki. Hívom az őrmester. Lehet, élete veszélyben van. Kutyával megint van valami. Hagyd már sorolat, kutyát. Addig menjen és tartsa szóba. Á, kicsoda! A fiú anyja vagyok. Anyja. Igen, az anyja. Anyja. Ne csodálkozzunk, főnövé, mert rosszul áll magának. Hát mindenkinek van egy anyja. Ez a kukurikúnak az anyja, a télőre, nem értem az egészet most már. Nagyon nagy baj van, mert nagyon szorít ez, hogy a gyerek ügyenek, nagyon koncentrálj. El kell neked mondanom valamit, nem tudom kétszer elmondani, lehet, hogy egyszer sem. Ez a fiú, akit láttál. Igen. Ez Taylor nővének a fia. Hát azt mondod, nincs is családja. Hát törvénytelen gyerek. Törvénytelen. Úgy értem, hogy Taylor nővé nem ment férhez. De azért, a hülye ez, aki leesett. Hát én találtam. Meg a közfényes, itt rohadt a kedves. Figyelj rá. Mi van? Ez a fiú, ez egy szerelemnek a gyümölcse. Egy szerelemé, amely 18 évvel ezelőtt Taylor nővé és a Szent András kórház egyik jóképű fiatal orvosa között. Ő vagy a... Hűha! Most figyelj! Várjál ma! Hát ennek a fiúnak az apja. Igen, de... Te vagy! Nem maráskodj, nem mondtad meg, a gyerek az enyém. Hozzá se nyújtam, akkor... Uber. Mi? A ti? Te is Taylor nővé? Forog velem a világ, majd! Na, mit szóljak én? De gyerek úgy sem, te nem is ismernek én. Igen, ma annyit tudja, az apja itt dolgozott 18 évvel ezelőtt, mint orvos, és a mai napig itt dolgozik, mint orvos. Ez jó. Persze, hogy jó, többé jó. Miért? A történet rád is illik. Ha nem egészen. Miért? Én nem ejtettem terve Taylor nővér. Apróság, ezzel már ne akadjunk. Várjál, ha rajtad műlik, megteszed? Mint a vöcsök, de nem erről van szó. Arról van szó, neked van remélyed lovagi csinálat. Jaj, nem hívj. Igazgató főorvosi kérdezett, a legfontosabb. Neked nincs felesége. De otthon van szegény idős édesanyám. Az otthon van, de a felesége, mit cirkál, de a cirkáló. Anyám, otthon nekem tömi a karácsonyi pulykát, én meg itt. Ja, az én feleségem, mert éreztem, megtömöm, de a karácsonyi pulyka. Hubert, ez nem mondok arra, hogy fölvállaljam a tenyerek, hogy képzeled? Egy órát, aztán elmondom, hogy az a könyörgöm, ide, annyi az egész, odaállsz, hogy hello, Leslie, én vagyok a régen eltűnt apád. A kutyának. Hol a kutya? A Leslie kutya. Milyen? A Les. A fiút hívják Leslie. Az ne esett a hegyről. Nem esett. Itt van, köszönj. Nem. Üle. A kutya. Meghűlök. Úgy, ahogy vagyok, meghűlök. Szentségit neki. Rendelni fogok. Hányas módszer? Öt. Lazíts. A jó életbe. Figyelj rám. Alfában vagyok. Mehet. Rám. Törlünk. Törlünk. Ide figyelj. Nincs Himalája. Nincs. Nincs Piccadilly. Nincs 34-es busz. Nincs halott apa. Halott anya. Figyelj. Csak te vagy. Igen. Te és a te fiad. Leslie, odaállsz elé, azt mondod, hello Leslie, én vagyok a régen eltűnt apád. Aztán szépen kézen fogod, és elkíséred a rendőrségre. Rendben? Ennyi az egész. Nem azt kérdezted, hogy neveltesd a gyereket Oxfordba, vagy tanítasd Cambridge-ben, hogy... Hubert, hogy van ez visszafele? Hubert! Rendőrség! Hagyjam a fenéből! Közlekedés! Miket kiválsz te tőlem? Tudom, és nem ingyen kérem. Percekemből írok egy levelet, javaslatot teszek a főorvosi kinevezésedre. Zsarolás! Azt meg kell tenned, Hubert! Nem tudjuk, Taylor nővé, mit szól hozzá? Bele kell egyezni, és más állt. Hülye vagyok, én ezt nem tudom megcsinálni. Te a színjátszó csapat előtti vasmacskát. Hagyjál meg a hülye vasmacskától, az játék, ez meg az életben. Érts már meg, hogy nincs más, akiben bízhat. De hogy nem annyira vannak, gondolkozz már egy kicsit. Dr. Connolly. Connolly? Connolly 7 éves volt, amikor a gyerek született. Na és vannak korán ivar élet gyerekek. Várjál! Úristen! Az úristen, de hogy beszéljek most? A főnővér! A főnővér nem lehet a gyerek apja, annyi az egész. Odaállsz elé, azt mondod, a büdös életben! Hát, a becskedő! Vigyázzon! Egy 100 milligram szemelyen! Mit csináltál? Mindenki tapasztodja már meg, nem terem! Orvos! Orvos! Hívok egy orvost! Na maga is van! Másikat nekem téli szorongba! Hallja már! Az iskolára! Hívek! Hívek! Mi van? Kimer!
bocsásson meg, uram, mert elnézést a tréfáért, bocsánat. Szóval, doktor, nézze, én megértem, hogy ha nem akarja, hogy segítsek a beszédbe befejezésében. Hogyne akarnám, uram, hogyne akarnám. Na jó Isten, áldja meg, nézze meg, 11 óra 31 perc van. Itt meg 30, pont 30. Jaj, elhudagoljuk a szavakon, hát az első résztvevők már gyülekeznek. Az a dolguk, uram, gyülekezzenek. Minden helyzet! Mindjárt! Én mindjárt megmagyarázom, uram, mindjárt összefoglalom. Tehát az volt, uram, hogy fölmentünk a kard is megigazítottuk. Na most, ha már fönn voltunk, táncoltunk egyet. Ön bejött, én lejöttem, ő meg fönnmaradt. Most fél, hogy lehet így, lehet. Guber, nagy gyerek vagy már. Guber! De nem kell. Tudja, ilyenkor az a szokás, hogy az expozé előtt üdvözöljük az orvos kollégát. Ilyes szokás. Hogy mondja? Szerintem nem helyes, amikor egy előadás főszereplő előadás előtt utatkozik a közönségnek. Ja, értem. Elvice! Mindjárt megmagyarázom, uram, mindjárt. Ez egy gyerekkori trauma, Huber barátunknál. Én most foglalkozom vele, mert egy gyerekkorában a nagymamája fölhagyta egyszer, ahol kérdik. Nagyi elment, a nagymama az úgy volt, hogy a nagymama nagyot látott. De nagyot hallott, kicsit látott, nagyot hallott. Igen, ez a jó sorrend. Tehát elment, ő meg kiabált, segítség! Na most ott tartunk kép, hogy én vagyok a nagymama. Huber! Hármat számolok, ugor, de most vagy meggyógyul, vagy nem. Na, Huber, figyeljen! Én egy, kettő... Most vagy meggyógyul, vagy nem. Három! Meggyógyult a kisunokám, mit szól el? Ugye te vagyok, hogy meggyógyult. Köszönöm. Szóval, doktor, maga egy látványos bevonulást akar, uram, ugye? Ott szó szerint egy nagyobb eredben. Igen. Tudja, mit mondok én erre? Maga idióta! Köszönöm! Ezt akartam mondani, idióta! Mivel a hülye nagyanyám van, ne szólok meg! Tessék, viszontlátásra, jó napot kívánok! Hogy akarod? Kérdezd, ki legyen? Nem divat már. Figyelj rá, ha eddig ér csak, és így van a lábad. Mi történt, doktor úr? Semmi, egy szoknyát vagyok a kollégám. A karácsonyi előadás útra. Én nem értem, hát a fiú anya telefonált, hogy sürgősen jöjjek ide. Ja, már elment. Megint az a srác hőbörgött? Igen, elment, 5 perccel jött a mamájába, a kapitányságot. Kapitányság úr, azonnal utánuk kell menni. Olyan a srác, hogy a kezem már. Uram, ez egy zsugorított Pavarotti. És ez... Gyakorol ezt is vasárnap, hétköznap. Mert menjen a srác után, mondom már, de kezes bárányra. Bábi! Bábi! Oh, mami, mami, blú! Oh, mami, blú! Búcsú nélkül mentem el. Bábá! Szemeimbe gönnyek. Bábá! Hát sem öletél engem. Bábá! Anyám! Szegényként maga nem tudja, mit lát. Tudja, hogy néz ki, mint egy áramszünetes villanyrendőrre. Figyeljen rám, ez a karácsonyi színjátékunk főpróbája. Hát ha nem akarja megnézni az előadást. Nem, uram, nem! Karácsonykor szolgálatban vagyok. Szerényen! Menjél a fel! 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 Menjél a f
tartja, mert szabadságunk van. A kolléganő mondta, hogy keressük meg Mr. Leslie-t. És meg is találtuk. Maga Mr. Leslie? Igen. Csak nem a kettesben, hanem a hármasban volt, és nincs köszvénye, se aranyere. Csak egy kicsit. Menjen segítsen a főnövének, mert függő helyzetben van. Ó, ne izgulj a doktor úr, a főnővér az nagyon teherbíró. Én már csak tudom. Maga tényleg Mr. Leslie? Igen, és köszönöm ezt a külön szobát, meg hogy van minibár. Hát én szolgálja ki magát, én hátul eddelek, ha megengedi, jó? Szép volt, Huber, jól elkaptad! Nincs egy rohadt orvos ebben! Hol a főnővér? Egy emelettel lejjen! Huber Boni elkapta! Doktor Boni, ott van a főnővér alatt! Annyira, hogy ki se látszik alól! Ugyan már egy feszítő, most már szedje le róla, vagy szedje. Na, jöjjön be! Maga istenverése! Nem mozdulok innen, amíg nem láttam a papát! Papát? Ott van lenne. Hősi babérokra pályázik. Hősi babérokra? Ja, megmentette a főnövé életét. Az a papá? Az hát. Az a kedves kicsi ember a papá? Kicsi, hát lejön róla, a főnövé nagyobb lesz. Jöjjön már! Legelsen már! Tudja be az annak, hogy elhúzat van. Fantasztikus, Mária. Megtaláltam a papát! Megtaláltam a papát! Na, csak szerelmeskedjenek nyugodtan! Menjünk egy emelet elején, megkeresünk a papát! Azt a micsodát megtaláltam, nem kell, csak papát! Megtaláltam a papát! Istenem, gyűjtelek! Ápolják, mert tele van karcolásokkal. A mi hősünk! Hello, papa! Jaj! Hello, papa! Papa! Fiam! Ez a beszéd, jó van! Mindig ilyen csúcsforgalom lesz az én külön szobámban? Mindig tudtam, hogy igazi bátor férfi. Kicsoda! Papa! Doktor Boni! Boni, csípem ezt a nevet, Boni! David, mi a fenét meséltél be neki? Én semmi, csak azt mondom, hogy doktor Boni megkért közém a picivel, ő a régen eltűnt papája. Teljesen fel vagyunk dobva, igaz, papa? Ha fel vannak dobva, menjenek a kapitányságra. Előtt, maga, nem szól egy szó sem. Hát én mit is mondhatnék? Huber, mondjon már valamit. Hubernek hívják a papát. Bocsánat, debil vagyok. Huber, nem hagyhatok. Te vagy, nem hagyhatja. Hogy ne hagyhatnád? Nézze meg ezt a két mosolygós, vidám arcot. Jó, egyet nézzen közül választok. Intézkedem egy másodperc. Hello. Hello, Dolio, hello. Maradjon már, sem az Isten áldja meg. A maga hülyébb, mint hogy kinéz. Hubert Boni névre kérjék szépen egy taxit. Jó, várok. Hidd el nekem, hogy ez a legjobb megoldás. Fiúnak, nehogy kiboruljon. Kiborulnak, mi? Ha van még valami, amiről tudnom, kérem, papa! Egy napra ennyi elég. Ne rágódj a múltat! Jövőn rágódom. Kabátosztál! Annyi mindent szeretnénk tudni a családról, olyan ez, mint egy könyv, aminek az első pár oldala hiányzik. Hát az első pár oldala még dögunalom, úgyhogy menjetek magunk! Vannak például nagyszüleim? Vannak majd, mert elmondja útközben. Biztosan van sok unokölcsém is. Igen, csak távoljak, menjetek már! Nem érti, hát végre megtudhatom, hogy honnan származom! A majomtól, induljatok már el végre! Szeretném, hogyha mindketten tudnátok, hogy milyen őrűs boldog vagyok, hogy együtt vagyunk. Örülök, hogy mindenki boldog. Nem, én nem vagyok boldog. Túl sokan vannak a külön szobámban. Hova megyünk? Kirándulni. Menjetek már az éjszakára. Tessék vele. Az Isten szerelmére mi folyik? Semmi, olyan kis csöndes napunk van, hála Istennek. De David, a főnövér kiesett az ablakon. Tényleg?
és 16 perc múlva kezdened kell a beszédet. Atya úristen, már nincs majdnem, hogy kikísérlek, hogy induljatok már el. Jaj! Remélem, hogy kigyógyul a közvényes aranyeréből a tiszteletes úr. Ja Istenem, az édesapját megtaláltam. Ha, de mennyire? Na, ennek örülök. De nem árulja, hogy kicsoda. Nem árulja. Nem. És senki, de senki nem tudja. De, én tudom. Ő az. Én nyertem. Abszolút, maga az első. Yes. Most van az első díj. Mi? Egy szájtak a tajgatosod. Menjetek a doktor Bonnie a maga édesapja. Persze, hát nem is mondom semmit. Tessék, nézze meg ezt a profilt. Húrra! Induljanak már a végre valahol. Ha! Hogy beszél az anyámmal? Az anyjával? Azt hittem, a mamáját elgázolta a 34-es busz a Piccadilly. Te csöngetsz, fiam? Ja, hülye vagyok. Hello? Hello, Dalio. Igen, ilyen maga, Gogogör, maradjon már nyugton. Adjunk egy kis lemez magára, vagy egy CD-t. Micsoda? Nincs? Köszönöm, nagyon jó, örülök. Ennél meg nincs taxi. Mentővel mentek. Készen vagytok? Én már teljesen. Indulhatunk. Az ördög történt itt, amióta kimentem. Nyugodjék meg, asszonyom, a tiszteletes úr majd megmagyarázza. Robert. Tiszteletes úr, megmagyarázza. A 34-es nem is jár a Piccadillyn. Hus! Apács, itt kell már magad! Hogy beszélsz apáddal lesz, olyat asszonyom? Menjünk, drágám, mert Sőgül még tényleg megöl. Azt hittem, a kutyát hívják Leslie-nek. Mindegy, fiam. Érdekes, hogy a fiút is Leslie-nek hívják. Akár csak engem. Ön Mr. Leslie. Állandó jelleggel. De barátaim csak Billnek neveznek, és tudja miért? Nem. Mert ez a nevem. Fiam, ha kinevetted magad, akkor induljunk el végre, jó? Egy pillanat. Tessék. Hát nem azt akarod mondani, hogy ez a piros ruhás nő ennek az embernek a felesége. De pontosan. Miféle piros ruhás? Hát te Mrs. Leslie. A hölgy, aki az imént távozott. Ez a nő... Ez lett volna az én feleségem? Hát, fiam, ennek a reptilen búcsúztatták az eszét. Menjünk már, kérlek, hogy miért? Beugrott, hogy meglátogassa magát. Engem? Amikor már évekkel ezelőtt faképnél hagyja. De most eljött, hogy bocsánatot kérjem magától. Igazán? Még mosolyog is. Menjünk már, fiam, tessék. Hogy került ebbe az egészbe doktor Bonnie? Nem túl könnyen, menjünk már, drága. Öregem, hogy ez a nő milyen jól tartja magát, hogy jobban néz ki, mint annó daszulál, amikor faképnél hagyom. Ott van Adából, Pakisztánból, Bulgária. Kívánj nekem sok szerencsét, jó? Isteni lesz, meglátom. Vigyázz! Baj van? Fiú van? Nagy baj. Drágám, menjen el nekem, beszélj a Huberborival. Mindenki rád vár. Drágám, Huber a legjobb barátom, látod, baj van. De hát mit mondjak ennek a Drake-nek? Drake admirális? Hát támadnak a spanyolok. Rohamra! Hajrá! Előre! Ta-ta-ta-ta! Fiam, ez egy önjáró hülye, ne törődj vele! Menjél, mondd meg Drake-nek! Tudom, támadnak a spanyolok! Ta-ta-ta-ta! Elmentek? Dehogy mentek el, így be akartunk szállni abba a rohadt mentőautóba, mikor Japon jeep minket az az őrmester. Őrmester is a kapitányság. Menni akart, amikor felfedezte Leslie-nek a főnövért ott a párkányon. Azt mondja, ez gyilkossági kísérlet, vagy öngyilkossági, vagy mindkettő. De elmentek. Dehogy ment el, fogva tartja a gyereket, ami ki nem tudja hallgatni a főnövét. Hát mi van a főnövére? Hát mi lenne? Rám zúgott. Összetört a magát, hogy agyrázkodás kérdezik, ambulancia. Ambulancián? Atya Isten, mit fog ez rólunk valami? Kit érdekel? Leslie mit mond? Maradj mindenkinek elmondta, hogy én vagyok a régyenmázott apucikája. Az egész kórház rajtam rül, hogy összehoztam egy zabi gyereket. Örülj neki, hogy valamit össze tudtál hozni. Figyelj rám, meg kell akadályoznunk, hogy az őrmester kihallgassa a főnővért. Te, hogy a fenébe? Nem tudom, találunk egy hülyét, aki eljátsza a főnővér szerepét. Hát el vagyunk ilyen hülyékkel. Jönnek meg, és a hülye, mindenki a főnővért akarok járni. Jó van, megyek. Doktor Bonnie. Egyébként nem mondja, hogy jó van, mióta vágunk már ez a rohadt próbával. 5 perc múlva megyek már. Mi? Azt hiszem, megvan. Mi van meg? Ez a dolog a főnővére teljesen kizökkent. De ő van a főszereplő, és nekem kell beugrom helyett a darabban. Remélem, hogy ez a nő, ez nem az én feleségem. Üljön a helyre, meg kiszúrom a gumiát. Üljön le! Gondolj, hogy a tenne szívességet, nagy szívességet Huber Bolinak. Nem érek, nem hát próbálom. Figyelj el, keresetem vele 40-50 fontot.
Miről van szó? Na, de maga szeret ilyen női maskarát. Van érzékem volt. Isten ilyen csinálja. Nem, ugye, hány embert átvágtam már? Na most nem fog sikerülni. A Lorinca már is jó. Mondja, tudta szerezni valonnan egy ilyen főnővéri egyenruhát? Megpróbálom. Honnan? Mosoda. Mosoda. Hát ez nem üzött eszikben, zseniális. Arra gondolom, a főnővért játszani a darabot. Pontos. Mehet a dolog. Na. Nem képzelt, hogy el tudja játszani a főnővért. Miért ne? Nézzek, mennyi melegség, mennyi látság, mennyi puhaság van. Na azért erre a puhaságra a nővészállásra mondjuk rácápolná, nem? Álmodik a nyomor. Na. Magukban is annyi melegség van, mert törődnek a feleségemmel. Maradjon már csöndbe. Beszéljen befele. Haló, haló. Csendesen, mert nem hallok semmit. Haló. Van egy örvester? De küldje fel az orvosi társalgóba. Mit kapasz? Nem csináltál még elég botrány? De jöjjön, fölít kap egy pohár viszkit és kihallgatott mindenki, aki csak akar. Jó, jó, várjuk. Na, idálgass. Nem is az ambulanciára, megmondod, hogy ki ne engedjék a főnövért. Anyám, ezt meg tudja belehal. Dehogy hal bele. Én megyek, kioktatom ezt a süket Connoryt, hogy mit valljon az őrmester. De mit valljon? Megvan. Ide hallgass. Mondja a Connory az őrmesternek, hogy az őrmester látott az ablakpárkányot. Tudod mi volt? Mi? Hát, karácsonyi színjátékunk főpontja. Connory olyan tériszonyos, nem ismert kiállni a pártkányot. Nem is kellett. Na csak azt mondja, hogy jöjjön. Szeretném bemutatni néhány orvos kollégát. Megyek, uram, mosod, nekem még bekerülöm a mosodát. A mosdóba, mert már kell. Hát, ha ez így megy, le is húzhatja magát. Hello? 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 Kus! Ambulancia? Nagyszerű! De itt Dr. Bonnie! Bonnie és Clyde! Azt a rohadt egy reppel úgy fejbe vágott a padóval, mint mindig. Kérdezze, a főnövért kérem szépen ott tartani. Tehát kiengedni, ellenkezőleg bent tartani, elvégezni minden vizsgát, a szép alaposan vér, vizelet, CTR. Nyomják le az epeszondát neki. Nyomják le, mert nem számít. Már lejöjjön ki a másik. Jó, jó van. Alapos munkát kérek, visszhall. Boly, beteg fej! Azt hittem, itt találom a főnővér. Főnővér, rögtön jön. Maga meg jobban tenné, doktor úr, ha a csemeté után nézne. Megint valami galibát csinál. Az anyja ugyan nyugtatgatja, hogy azt most aztán alaposan benne van a slamasztikát. Biztos valami félreértésről van szó. Majd meglátjuk, mit mond a főnő. Főnővére semmi probléma nincs. Csak egy kicsit meleg. De Leslie, tartós kezelésre szorul. Menjen szépen, ahová indult az előbb a francba. Ez a külön szoba, ez nagyon megfelel nekem, csak azt nem értem, hogy hova tüntették az ágyam, meg a feleségem. Kicsoda, eltüntették a feleségem? Dehogy is, hát magával ment ki az imént. Kicsoda? Jaj, az itteni orvosok mind tök fejek. A feleségem azon az ajtón vitte ki reményeket. Nem hiszem, ez Mrs. Leslie. Ha a feleségem odalent végzett, akkor sem küldje fel, mert nagyon csinos volt. Nagyon-nagyon csinos. Mrs. Leslie. Nem ér rá neki dolga, ugye maga indult angol nyelvleckére, vagy hova. Na, őrmester ura, hogy... Bocsánat, doktor úr, bocsánat. Ez a piros ruhás hölgy. Ennek az úrnak a felesége? Hát megmondom őszintén, én sem vagyok teljesen tisztában mindenre, de úgy tűnik, hogy igen. Érdekes, hogy azt hittem volna, hogy mivel ön és a hölgy a fiú szülei, már úgy értem, ugye, hogy ön a fiú apja. Igen. Ja, igen! Hogy? Igen. Hát akkor ő a fiú, most a apja. Ja, igen. Te édesmostó! Nem kell hagyni szemre való vegyös feleséget, kerített magának, öregem! Gratulálok, ez szép munka volt! Hát, ha még tudnám, amikor 52 évesen először voltam nővel, Töri az angolt, és azért megyek. Na, nagyon nagy köztük, a korkülönbség kicsit belehűlt, van ilyen? Ahhoz meg persze vaknak kell lenni, hogy az ember elengedje egy ilyen asszonyt. Tehát minden esetre egyre nehezebben tudom követni az események. Ahogy azt már említettem önnek, őrmester úr, a rokoni kapcsolatok ebben a kórházban meglehetősen kuszák. Az egyéb persze kivétel. Maga milyen? Az én itteni rokonságom, csak egy unokaöcsém dolgozik itt. Tényleg? Persze, biztosan ismeri is. Dr. Mike Connolly. Nem. Hát doktor, a maga unoka is, hát persze, bátyám csemetéje, hát az igazat legvalóbb a bohém széltudó mindig valami bolondozásról jár az ezzel. Ahogy játsz ezeket a női szeret, látom a... Persze! Hát most is mindjárt... Hó! Buni, higgye, mondd meg! Mi történt, doktor úr? Mi történt? Rossz kezelést írtunk elő. Mi az, hogy rossz kezelés? Buni, higgye, mondd a főnővér állapotában. Gyere már, orvosi társadalom! Gyere! Jut eszembe! A kollégájával italt emlegetett. Te jó mondta. Te jó, így oda, az a font, így oda, jó dupla viszki. Hová gondol, szolgálatban vagyok, csak egy szimplát kérek. Ilyen szimpla, akkor így. Te! Ki? Ne!
kukát, igyon kukát! Gyere, Örmester. Jó van, na figyelj rá, de mi ez a hülyeség, rossz kezelés, meg életveszély? Hol a főnövér? Na, na, finom, ugye? Haj, itt a veszély, itt az életveszély. Rákérdezek. Négy szavas, mi ütött belé, Huber? Rossz kezelést tűlt el! Ne szóljon már vele, orvos! De jó, mondja! Connolly! Örmester, köszönöm a segítséget, Connolly! Örmester, jége vagy szóta van, Pácsa, Connolly! Örmester! Mi a gyabaját, hiabás? Nem össze-vissza, csak azt kiabálom, hogy Connolly! Hamar vissza, jöttünk! Menjünk már! Egy spriccet és szódával, hogy a kollégáim, most, amikor a világ Ausztráliában, Kanadában, Pakisztánban... Nem mész ki, adsz egy szódát! Connolly! Örmester! Mi vagy? Én mi cseléd vagyok? Örmester, szóljon helék! Nem! Szóljon helék! Connolly! Örmester! Megjön, jó, hogy nem esed le a hátam, hanem megjön. Várjak már neki. Szóljon, ha elég, hogy hívják? Connolly. Connolly. Connolly! Mit csinál, uram, mit csinál velem? Na jó, nem történt semmi. Ilyet csinál. Connolly nagybátyjával. Ugye nagyon fáradék, már reggel, már műtöttem. Így gyomorra, 6 műtét volt. Mint túlélték? 4 szomja halták. Na most én töltök. Megkeresem én a főnővét. Ne mászkáljon magam. Megkeressem a bőrőmét! Ne keressen meg senkit! Huber van egy beteget hiszták! Maga meg ő álljon! Hát ne van mizet! Ne van mizet! Gyűlöm! 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 Semmi baj! Fő, hogy nem belülről jött! Az Isten szerelmére nem látták a férjemet? Biztosan elment szódapatronért! A főnővét keresi nekem! A főnővét magának? Mi folyik ebben a házban? Főleg a szóda. És hova tűnt az az idióta? Melyik a sok közül? Sir Willoughby, a helyzethez tarthatatlan lenni. Nekem mondja, a bevezetőmnek már a harmadik változatát mondom el. Isteni volt. A beszédről még egy szó sem hangzott, de már is kénytelen voltam a második kávészünetet elrendelni. Megyek! Nehogy a miniszter elveszítse a türelmét. Már rég elvesztette, de próbálj meg jobb hangulatra deríteni. Nagyon köszönöm, drága. És oda mókásnak. Jaj, ha az idióta nem kerül elő, én szívesen elszórakoztatom a vendégeket. De jó Isten, hát már megint! Én a spriccelést élvezem a legjobban. És maga? Tessék, most maga jön. Adjon engem! Nem kell? Hát kíváncsi vagyok, mit találnak ki legközelebb. Jaj! Kis szeszke, tündi! Tündike, bündi, fúcsú! Jó vannak! Maga itt a főnővér? Én vagyok. Connolly őrmester, a főkapitányság. Ne jöjj, kitalább őrmester, mert nagyon ragályos vagyok. Ekcéma és bubópesti. Hűha! És még ma nem is mostam kedve. Akkor ez a kis őrmester!
látással meglepődtem. Én is úgy láttam. Hát én nem tudtam, hogy két főnővér van. Mi sem. A misén mi se tudtuk, de most simán tudjuk. Ő az orrfülgyegyészet is, én meg a sebészet is. Mit vallott be eddig a kis kollégénka? Épp most próbáltam. A fiúkát ott, az ablakpárkány? Hát az éppen hogy csak megelel. Főnővér, hát szemtanúja voltam az esetnek, hát majdnem megölte magát. Ütöttem meg, és ez fáj. Igaza van? Karácsonykor mindig egy kicsit bepancsolok a kusból, és nem mindenre emlékszem jól. Ugye ez egy ilyen piás marcsa. Értem én. Most hát nővérke, de ez is Rufiból van? Kiengedi a fiúkát? Elengedi a fiúkát. Ha mindenek előtt szeretnék még szót váltani a tiszteletesen is, úgy tudom, hogy kezelésem van itt. Tiszteletesen? Nem hiszem, hogy ez. Tiszteletesen? Én nem láttam tiszteletesen. Én sem, hát özel itt volt lelkész, mert én nem láttam egy darabot sem. Sőt, megmondom, hogy nagyon vevő vagyok pedig. Ő látott lelkésznek, ő hát a fiú szerint egy lelkész végig itt volt? Na pillanat, hát mindjárt rendezzük a sorainkat, egy másodperc. Hát kedves nőstintárs, én megmondom neked úgy, ahogy van. Én álltam ott a folyos, de egyszer csak mit lát? Mi? Semmi. De hát akkor nem volt lelkész. Nem volt egy darab. De igen, egy volt. Csak legyen, kus. Valami egyházérben. Köszvénye, meg aranyele volt. Jó, ha inkább elmegyek, nem érdekel engem. Hol a kerekem? Mondom, a lelkész nyilván nem tartott veled kezelésem. Nem is szabad, soha. Nem hiszem, hogy megkeresek. Hogy minél előbeszéljük a tiszteletesen, hogy hamarabb búcsút vehetek a kórháztól. Egyet viszont nem érdek. Egész éjjel a tífusos sárgyon dolgos. Tífusos? Tífus. Olyan tífus volt, hogy na, lokalizáltuk a járványt, ami maradt az a magáé, drága. Egy gyönyörűség. Viszed a kezed? Azt még mindig nem értem, hogy mindketten felkötött karral jelentek meg. Hát, hogy is mondjam, maga mire tippel? Magának mikor sérültek akarja főnövét? Hűha. A második menetben. Második menetben? Igen, amit maga látott az ablakpárkányon, az első menet volt. Ezt nem egészen értem. Most már én is kezdek összezavarodni. Ide figyelj maga, maradjon csöndben, de kapod olyan beöntés, hogy leesik. Nálunk első a beteg, majd megtudja a betegszik, drágám. Azt akarja mondani főnővér, hogy maga is a kolléganője? Egyaránt el akarták csábítani a fiatalembert. Igen, csak hát. Én láttam meg előtt. Ezt nekem fel kell jegyeznem. Jegyezzen, drágám, jegyezzen. Dicsértesi. Ez az orvosítás hallgó, mennyei üdvözlettel, vasmacskákat nyávogtam. Ráléptem valamire most. Jó napot, tiszteletes úr! Jöjjön csak, atyám, csatlakozzék a gyülekezethez. Köszönöm, fiam, de nem tehetek, mert a köszvényem és az aranyerem már kezd elfertőződőzni. Úristen, micsoda a kórház! Tisztendő atyám! Igen, fiam. Lányom! Tisztendő atyám, megerősíti a főnővérnek azt az állítását. A tiszteletes úr magától is tudja, mit kell mondania. Kérem! Atyám! Megerősíti, hogy az ablakpárkányon történtek során, amelynek ön szemtanúja volt a fiatalembernek, nem voltak bűnös szándékai? Neki nem, hogy egy volt a izé volt, Azt még mindig nem értem, hogy mindketten felkötött karral jelentek meg, és az, hogy a másik főnövér mit mondott az első főnövér, és mit mondott a másik főnövér? Ne haragudj, drágám, nem tudom maga, kivel vitatkozik itt. Na, szeretnék tisztán látni. Azt ne, tisztán látni, fölháborító. Az ember dolgozik tényleg látástól, vakulátok, és jön egy kis örvest, és kétenek a szavaimba. Azért, mert én még lány vagyok. Nyugodj meg. Vagy meg, gyermekem. Atyám. Minden rendben van, leállt. Atyám! Elcsavartam a fejemet! Márki, azt hiszem, hogy tekintettel a körülményekre lezárhatjuk az itteni vizsgálatot, és mihetem a fiút a főkapitányságra. Köszönjük! Köszönjük! Az aranyerem fényeskedjék neki. Legjobb lenne, ha visszajönne ide doktor Bonival. És akkor már együtt hárma bemegyünk a főkapitányságra. Hát ez egy érdekes menet lenne, nem adni, megkeresem doktor Bonit, meg várja meg a rendészetet. Gyorsan találja meg maga, megmondja meg doktor Boninak, hogy törődjön többet a fiúval. Jó. Hiszen mégis csak ő az édesapja. Hát? És maga csak a mostohapja. Ugye? Hát, de? No!
kutyai kifürkészhetnek. Soha a rohadt életben nem bocsátom meg neked! A megbocsájtás mindenek felett való, atyám. Bácsikám elment. Jöjjön maga, idióta! Mondja meg, miért nem szólt, hogy maga bácsikája, rendőrőr mester! Bocsak, kérdeztem valamit? Ez hülyes! Nyugalom, nyugalom, megnézzük! Nyugalom, gyermekeim! Semmi probléma! Legyetek egymásé! A főnővér most kezdi a harmadik menetet! Fenébe már! Tettetsegjenetek, abban karrieremről van szó, Kodoli! Kari... Ki az már megint? A felesége, Mrs. Morsan, meneküljön már! Főnővé, drága, nem látta a férjemet? Nem, én a nem látó osztályon dolgozom. Dr. Kodoli, nem látta a férjemet? De egy szinten lejjebb van, egész lent. Még? Hát... Teljesen türelmetlen. De meg a rendőrs, mindig a sűjjjjjjjjj. Hogy most a fekete szakáll szellemét játsza. Maga és David nagyon furcsák ma. Hát, ma nem a szokott formánkat. Asszonyom, bocsánat. Tessék. De ez is lufiból van. Megcsacsarézte a feleségét. Mondja már, volt az asszonynak egy jó napja. Kísérje vissza ezt a hülyét a helyre. Mikor kapom meg az 50 fontot? Ha ezt a hülyét visszavitte. Na, jöjjön maga, hülye. Tisztelt gyógyász kollégái, most, amikor a világ az orvosi társadalom irányít. Istenem! Tessék! Most mindjárt valami. Őrmester, akkor ment! Már nem aktuális, jöjjön, szegénykép, irányjál! Olyan rosszul van! Hát ne csodálkozz rajtam! 100 milligram szemben áll azért, nem semmi! 100 milligram? Az idem egy felest kaptam! 100-at kapott, kedvesem, 100! Hogy ment? Az Isten szerelmére jöjjön már, így botrány lesz! Még egyszer memorizáltam, átadom! Ne memorizáljon, mondja már, a jó Isten áldja meg, menjen ki! Tisztelt egy gyógyász kollégáim! Főnőmér! Ez itt az orvosi társalgó, amely kifejezetten az orvosok szálára van fenntartva. Dupla volt, nem feles. De rosszul vagyok. Jaj, jaj Istenem, de szédülök. Lepegő! David! David, gyerünk már! Gyerünk, kapd össze magad, gyerünk! Oda lenni, elszabadult a fog. Gyere már, nincs erre idő, vedd ezt a rohadt, hogy átrogjod. Hát, nem érted, mit mondok? Oda lenni, elszabadult a pokol! Leruhába, gyerünk! Ó, te, ha megtudnád azt, ha... Jézus, téves kapcsolás. Összekevertem egy másik főnővér. Másik főnövér? Nem, egy másik nővérrel, aki fő. Mi az, hogy oda lenne elszabadult a pokol? Oda lenne ez, vagy a pokol? Bennem oda lenne. Nincs más remény. Amikor megláttam magát ilyen vételen, azt gondoltam, gyerünk, Hubi. Erre vársz 15 éve, vigyázzon, mert olyat mutatok mindjárt. Hubi. Igen? Akkor ide nézd. Hova? Ide. Segítség, ő volt! Segítség! Egyenruhám! Maga olyan elérhetetlenek tűnt főnövér, ott a hazaviszem is, otthon fogom szuszmitolni, dédelgetni majd. Szuszmitolni, tessék, nem neked már nem kell. Jaj, megint elálmosodtam. Hubi, nem akarsz betakargatni az ágyba. Már ma egyszer megvód, ne zúgjon rá még egyszer fél. Megyek az ágyba. Várlak, szuszmitolni. Betakarni csak. Jó. Megyek. Kolléga, most innen gyere, mert végem, ha nagyon akarsz húzni, hogy gyere már! Mi anyagaja van?
Éppen elkezdtem a beszédet, hagyjam ezek a tájszavakkal susmitolni. Bemegyek fejemben a farukba, gatyám fölpírva, csak ilyen ideggyógyász így ül benne. Hát ez ilyet nem látom. Iszonyú. Iszonyú. Szörvilmi rég vette át a szövegem. Katasztrófa. Az. Szörvilmi, olvassa fel az a két szövegem. Érdeke lenne a rendészeten, anyám vette át a hatalmat. Oda át meg, Szörvilmi. Anyád? Anyád? Hogy kérd ide az anyád? Karácsonykor kihozza a hasít, a kakaót meg a karácsonyfát? Anyád? Tiéd? Ja, te az enyém, igen. Tüntes, de nagyon késő, szépen. Késő, az őrmester bemutatta Leslie-nek. Hát az nem baj. Anyám szerint Leslie ráütött. Megütöttem agyának? Így van. De hogy ütöttem meg? Azért van a szép gyerek, mert ráhasonlít. Örüljek ki. Tudod mi, van egy olyan csembari, az őrmester. Mint a tüje. Anyám, elállsz a tüle. Leslie, horsi, rokkod, maga leszázalik, hogy Fitti Paldi mászkál itt. Te kell mengenem. Sir Wilby Drake vár. Drake? Az hülye. Még mindig gond van a spanyoloknál. Doktor Boni! Doktor Boni! Nem a felesége. Egy, mi csinál? Formába hozom magam a lassúkához. Doktor Boni, az őrmester azt üzeni, hogy ha azonnal nem megy le, magát is letartóztatja. Jézus, anyám. Ő éppen teázik. És kérem, teázik a maga. Megkívántok? Megkívántok. Na, menjen be és csurgasson magának. Hogy van? Anyám, hogy van? Leslie, mert Istenem, megértik egymást. Hova most? Nem mész te sehova, gyerek! Most lemész szépen és elmondod Leslie-nek, hogy ki az, hogy igazi apja. Figyelj rám, idalmas, mindenki úgy tudja, hogy te és ez mindenkinek így jó. Befejeztem, nem bírom tovább. Most de, de Dr. Boni, muszáj, Leslie-t nem zavarhatja újra össze, hiszen csak most találta meg magát. De már nem bírom, hát ott van még nekem a rendőrség, meg ott van szegény idős édesanyja. De hát Leslie-nek maga a támasza. Az anyám támasza vagyok, olyan vagyok neki, mint egy kis bunk. Mankó. Hubert, ne higgy azt, hogy nem vagyok hálás azért, amit eddig. Figyelj csak. Bámulatos volt, több, mint bámulatos. Bizony. Az ember az megteszi, amit lehet, de csak... Most, ugye, mint... most megmutatta az igazi arcát. Ezt komolyan mondja. Megérintette a szívemet. Nem kell olyan közelről, hát kicsit. Mindenki van mindenki! Az áldozott örmester üldöz bele! Főnövér! Nem! Nem igaz! Főnövér az nem lehet, annak len kell várni rám az ágyban! Te Hubertem megőrült! Ezzel a főnövérrel egy ágyban! Mi miért? Ízlés dolga! Mit ebben foglalkozik? Mi van? Mit történt? Először is a főnövér megjelent a rendészetet! Másodszor? Mikor a főnövér benyögtél, lelőtték az ablakpárkányról, az örmestre majdnem patolt maga. Azt aztán meg azt mondta, hogy még egyszer kihallgatja a másik két főnövért. Azt ne! Lehet, hogy letartózta a gyilkossági kísérlet miatt. Szegény édeskét! Hagyja már az édeskét! Az édesöt helyreállt az egész volt kórház! Jaj, papa! Mondhatom, a nagyi bombázó volt. Bombázó. Mikor a főnövér nekem esett, a nagyi volt bepancsolt neki egy. Anya! Édeske, figyelje rám! Én nagyon szépen kérem magát, édeske, így kérem magát! Tűnjön, amíg elmondom a beszélőt, menjen fel a padlákra! Jaj! This is Bonnie! Anyám! Kellett volna idejönnöd, ma a látszat csal. Nem is gondoltam, hogy képes vagy ilyesmire. Jaj, aki az unokámat bántja, annak velem gyűlik meg a haja. Jaj, de édes kis tündér! Drága mama, ne haragudj! Mama, drága, nem akarok beleszülni a családi boldogságba, tényleg csak a fiának mondom. Ha ide jön az őrmester a főnövér, most szállt a Kelly. Úristen! Papa, hogy megvillag az őrmestertől? De én igen. Ezt kihallgatja a közfényes, a aranyeres tiszteletes? Közfényes és aranyeres nem tartozik ide, anyám! Már csak a megpróbáltam, de nem sikert. Na hát, ez inkább úgy néz ki, mintha a feleségem lenne. Most hát kezdjük csókolni, de ez Luffy-ból van? Nem lehet, mert operálunk! Vigyek ki anyámat is! Nekem nem kell, akkor voltam, amikor eljöttem haza! Nem kell, nem kell! Itt egy vízhajtó anyám, gyerünk ide! Gyere, gyere, nem lehet, utolsókat várjuk! Hulla, nem pofázni, töglődik! Gyerünk, hulla! Hubert, lehet, Józsa, pillanat! Józsa, betakarni a másikét! A szentségét született valami rövidebbet is kirúgva rá! Na, hamarosan végére járunk a dolognak! Biztosítottam, hogy rajtam kívül nincs itt másik főnövér! Csendesebben! Kegyeletet kérek, kegyelet! Doktor úr, kérem, vigyék el a tetemet! Na, végre! Állj! Hol csavarog az a fiú? Lement a siga lépcsőn, mert legutóbb, amikor főpontágon menjél. Mi van ott a hordágyon? Ki ez, doktor uram? Nem bírom, nem bírom már tovább. Majd, annyira megviseli a lábam, nem lehet megszokni, uram.
Zözölkebben. Mr. Leslie. Nyugalom, Mr. Leslie. Mr. Leslie. Nyugalom, asszonyom, sajnos, mint tudjuk már itt. Bocs, maga nem hozott semmit. Akiért a duda szól. Úgy érti, hogy az az öreg fiú, aki az előbb itt ült ebben a tolószékben. Pontosan így. Na de hát 5 perce még itt ugrál. Itt ugrált, ugrált, uram. Egyszer csak nem bírta a szíve. Nyugodjon meg, asszonyom. Rajta már nem segíthetünk, nem, ő, szegény fickó! Nem szabad rávetődni, drága, neki már, de neki már sajnos, ugye, mint tudjuk. Tudjuk, kérem, azt azért, hogy elárulhatjuk, hogy Mrs. Leslie nagyon megviselte a dolgot. Meg hallható is, hogy megviselte, de hát érthető, hát szegény férjét behozták közfényen, ugye. Megoperáltuk aranyére, elvitte a szíve, utolsókat rúgta szegény. Na, a tényállás! Doktor úrkérem, vigyék el a tetemet a boncolásra! A lábamra! Mrs. Leslie kíséri el segítségét! Mr. Leslie-t más is kiviheti a hullakamrába! Asszonyom, szeretném, hogyha ön és Dr. Bonnie válaszolnának néhány kérdésre. Természetesen! Fiúval és a főnökével kapcsolatban! Abszolút mozgalmas, ezt elmondok! Esik. De mi esik? Mi? Húha! Semmel cicus volt a felső. Na, bőrövé! Karate! Karate! Cicus! Cica mama! Karate! 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 Jura Roske! Egy jaj! Vigyázzunk, fekete öves! Doktor úrkérem, vigyék már ki a tetemet! Kivennék nekem oda, ki kell mennem, érted? Most már aztán szeretné végre nyugodtan! Kivennetni a főnök! Semmet kérek, mert kiürítettem a termet! Bizsarab, bizsarab! Höp, 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 höp! Mama, egész! Hát remélem, hogy a főnövében valami értelmeselet is ki tudok húzni. Főnövé! Főnövé! Jobban vagyok! Holnap még jobban lesz. Lenne szíves egy kicsit rám figyelni. Főnövé! Főnövé! Hát látja, hogy is kihallgatható állapotban. Kész megerősíteni, hogy maga az egyetlen főnövé a kórházban? Főnövé! Főnövé! Ez egy reménytelen eset! Szerintem karácsony után próbálkozom vele. Tehát... Hasíva! Hey! Hey! Oh, oh, oh. Bocsássa meg, uram! Hihesketünk, csak az idegesség már az agyunkra, ugye. Nyírfácska együttes. Nyírfácska. Bunkócska, nyírfácska. Úristen, micsoda nap! Kubi, itt vagy! Gyere, megyünk szuszmitolni! Hagyja semmi értelmeset nem tud kihúzni belőle. Mint ma még senkiből semmi értelmeset nem sikerült kihúznom. Ezt visszautasítom. És ez főleg kettőjükre vonatkozik. Rá. Hát persze, hát maguknak kellene a legjobban tudni, hogy tulajdonképpen hány főnövé van ebben a rohadt kórházban. Tudjuk is, három. Orvfőgyészet is, sebészet is. Ez meg az Elma osztályra való. De hát ő azt mondta, hogy egyedül van itt. Hát mi mert főnövé? Az Elma osztályra való. Hát, karate! Karate! Álmatnak a spanyolok! Vész, ennyi, nem bírom tovább. Ennyi. Uram, bocsássa meg! Mintha csak az oszlop mellett áll a nyugodt.
Uram, ne haragudjon, nem tudom a rendőrök melyik fajtájából van. Tud maga írni? Írja föl. Karácsonykor láttam föltámadást. Csoda történt. Csoda történt. Legközelebb meg már a vízen jár, nem te? Magához is lesz még egy kérdésem. Néhai Mr. Leslie, álljon meg! Mi ez a cirkusz? Bocsásson, mert ki kellett jönnöm, rájött. Mire? A főnővére a fáradtságja. Ne haragudjon, uram. De Morti, mert nem tudom, mennyiben érdekli, felolvastam a maga expozíciáját. Elég baj az, uram. Elég ne, ne szabadkozok, kitűnő expozíció. Jaj, ne bígasztaljon még. Morti, mert Morti, David, Sir David. Mi van? Sir David. Hozom a piát. Uram, egy itart. Köszönöm, ma még úgy se ittam. Látszik is, hogy ugye tartja magát. Igen. Hopp, hopp. Ugye. Ja, az, amikor bejött a... Jön a szalag, jön a szalag. Hopp, hopp. Az a látta volna a... Egyet beszélünk, egyet iszunk, ne keverje. Minisztertek az ő arcáját, megfullad, mint az állat, igyon. Ezzel már fölléphetnék valahol, mi? Óriási volt, és ahol... Így egyszerűbb lesz. Maga a felgyűrt nadrágjában, na, meg gondol a rúdaszép parókával. Félreértés, nagyon nagyszerű ötlet, ha megengedi, ellopom az ötletét most a befejezésnél, így fogom én is elmondani a befejezésnél. Hol van most ez a paroka? Itt van, mikrofon próbál, egy. Ez a hülyék között már fő se tűnik, most mond. Üldöm a vermesfel. Álljon meg! Maga félrenyomott poszter! Ide figyelj, magának fél órája ma halottnak kéne lennie! Hát ha sokáig így megy, az is lesz! Megölték a feleséget! Meg! És most te jössz, Moby Dick! Összesen két füle van, hogy fogjuk megnézni? Egy perc kimehet, hónap után bejöhet, cérnára cinna gyerek, húgol cica, az egész. Itt már minden a feje tetején. Ő a hunyó, fiam, ő a hunyó. Hello, papa! Anyám, már megint itt? De mit keresed itt, anya? Eldobta a talpát! Hát, nem érjük. Annyi, de örülök, hogy látom. Mit keresed? Ja, ja, adjuk ezt most. Te a idő van, anyám, milyenkor szoktál otthon kávézni? Kérem, Leslie nélkül egy lépést nem teszek. A bácsika mindjárt itt lesz, és Mr. Leslie-t keresi. A rendőrön lesz. Igen. Hát, kapja fel a főnövét, vigyek ki! Gyertek, karácsonyfakért! Mi álljunk ide? Mi vagyok én, emelő darat, hogy vigyem ki egyedül? Hát, ura, csináljál valamit! Bizza, ezt figyeld meg, anyám, varázs! Na? Itt a Hubi! 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 Éppen szuszmitoltunk! Hubi! Azóta telol az álmodunk, Hubi! Mióta ráúsztad rólam a bugyit? De azt hittem, hogy David az! Nem! Oda, hogy figyelj! Menjen és fütyüljön! Egy nagyot fütyül, látja az őrmestert, jó? Erről beszéltük! Erről! Hol az őrmester a fütyüleiben? Ezt kérdeztük! Itt van, uram, itt van! Hála Isten! Itt van, de hol van Mr. Leslie? A halálra keresi, Mr. De szépen összejöttünk! Jobb, ha tőlem tudja, asszonyom! Hogy az ön néhai férjét mostanáig hajkuráztam a folyosón, és hogy az ön néhai férje mint minimum 30 kilométeres sebességgel rohangált előttem. Föltámad, csoda történt, köszönöm. Köszönöm. Ne jöjjön ezzel! Őrmester, üdvözlöm egy ilyen idős ember, és a szívrohamot kap. Azt már egyszer túlélte. Meg kell mondjam, bámulatos nyugalommal viseli a Leslie-vel kapcsolatos dolgokat. Meg kell vajon őszinte az első pillanatban. Kis, én is meglepődtem. Csak egy valakivel kell kivéletesen közölni a dolgot, a papa feleségével. A papa feleségével? Semmi baj, nagyi, hát a mama már elmondta, hogy házas ember az apám. Kisfiam, te a tudtom nélkül megnősültél? Az én tudtom nélkül, anyám? Ez a dolog egyre zavarosabb, elárulnák végre, hogy mi lesz a vége? Minél előbb bemutatta a feleségedek, annál jó. Elég. Ezt nem csinálom tovább. Nem csinálom tovább. De a baba... De nem csinálom tovább, mert... Tehát már elvált. Igen, papa elvált. Elmama. Gyors házasság, gyors vállás. Gyors büfé, ilyen az élet. Hát drágám, mit gondolsz? Miért becélszék a kórházba? Speedy González. Hát ez szuper! Akkor ezzel bármikor együtt lehetek veled meg a nagyival, ugye ez életed legboldogabb napja, mi? Én voltam a Speedy González.
ezek megvannak, el ne engedje őket. Ugye nem mondhatom, hogy gondolkodás közben zavarom, mert nem is úgy néz ki, nem. Azt hiszem, a feleségemnek ehhez semmi köze, ő hazamehet. Hazamehet, doktor Rága. Úr, amennyiben választ kapok néhány kérdésemre. Jajon. Például miért döftek egy araszti fecskendőt az elmeosztályos főnővém ülepébe, és hasonló incidensek után hová szívódott fel az orrfülgégés, meg a sebészet is? Miért van az, hogy dr. Bonnie a feleségéről nem tud semmit? Egy hölgyismerősét Holmes Taylornak, hol pedig Mrs. Leslie-nek hívják, az anyját viszont Cicusnak! Hogy van az, hogy egyes pacienseket ebben a kórházban csodálatos módon feltámasztanak halottaiból, míg egy másikról azt sem tudják, hogy KMK, vagy MTK, vagy 34-es busz? Miért látszik úgy, mintha itt szüntelenül színjátszó próba folyna vidéki tiszteletesek te a délutánjával egy időben? Miért nevezik az élőlények minden lehetséges formáját Leslie-nek? Zavaros fejű pánkoktól idegbeteg kutyákig. És a maga Leslie, vagy Taylor nevű rokonai, miért estek le arról a kurva Himalájáról? És miért tűnik nekem úgy, hogy ennek a Leslie-nek vagy Taylornak azt sem lehet tudni, hogy ki az apja, anyja, és egyáltalán kinek van itt rajtam kívül aranyere? Elnézést, mi volt az első kérdés? Minden kérdésedre választ akarok. Vegyük sorba. Sikerült, lerázom az örveset, azt a tökfél. Mr. Leslie, álljon meg, Mr. Leslie! Na jó, fejezzük be ezt a kutya komédiát. Drágám, most légy nagyon erős. Ne állj föl, csak úgy ülve. Gyere ide. Drágám, úgy nézd meg ezt a fiút. Úgy ne nézd meg, csak... Ez a gyerek. Ez a gyerek az enyém. Micsoda, a magáé? Igen, az enyém és Taylor nővéré. A te gyereked? Igen. És Taylor nővéré? Taylor nővéré, tényleg ne bánsd! Ő nem tehet róla, hát én jóképű fiatal srác voltam. Te ezt tetted vele? Nem belet, hanem belet. Nyissák ki az ajtó! Ki az? Gondolod! Rendőrmester! Maga bent az elő? Én! Akkor benn van. Maga ugratni akar minket? Ugratni. A mama sosem kezdene ki egy tiszteletessel. Tiszteletessel? Ha, mikor volt ez? Mamának akkor sem kellett volna, hogy maga lett volna a kentekből érsek, ugye, hogy dr. Bonnie az én papám. Nézd, Leslie! Olyan kedves, szereti való, megfontolt és egy hős. Ez egy fellentős fajankó. Én fellentős fajankó? Tehát nem is hasonlítok rá. Direkt úgy csináltam, hogy ne hasonlítson, érted? Maga nem is lehet az apám. Bár de lennék. Nem. Az vagyok. Mama, mondd, hogy hazudik. Mondd, hogy nekem már van apám is, az dr. Bonnie, ugye? Leslie, ne csinálj! Dr. Bonnie, hát nem is lehet más, igaz? Hát, persze, Leslie. Persze, hogy én vagyok ez a pár. Azt hiszem, kedvesem, legjobb lesz, ha mi is megmaradunk az igazságnál, nem? David, nagyon kedves tőled, hogy segíteni akartál, de hát azt hiszem, nem vállalhatod magadra az én felelősségemet, nem igaz? Nem vállalhatod. Az én papám nem hazudik. Persze, hogy nem. Tudod, én közben rájöttem, hogy ez nekem így jó, ahogy van. Hogy neked így jó, ahogy van? Hogy ez téged boldoggá tesz? Engem boldoggá. És Taylor nővét is boldoggá tesz? Nagyon-nagyon boldog, Gárja, és én is very, very happy vagyok! Mindjárt elmagyarázom, fiam, mindjárt! Össze visszafoglalom!
Nézzágám, arra gondolom, hogy de jobban állok anyagilag, miért te támogatta volna az ilyen drága jó Huberboni barátom? Milyen önzetlen gesztus, ugye? Hogy... Elég szokatlan, Davidtől. Drágám, nekem van, mi ne adjam? De nekünk nem kell a tiszteletes pénze. Nem, hát nem kell. Persze, hogy nem. Akkor meg nem adok. Dehogy nem. Egy kis adomány mindig olyan, atyám, meg megbeszéljük. Azonnal is hagyja az ajtót, vagy betörő! Ki az? Hát, hogy ki az? Gondolj, rendőrmester! Ki akar jönni? Ki akarok jönni? Arra még várni kell. Drágám, mi lenne, hogyha úgy csinálnak, hogy te lenne a nagy Dévi, él a nagybács, és vasárnap kipkop, kipkop, mi van, eljön. De jó kis ötlet, akkor mi pedig megyünk a rendőrségre, és aztán hazatejázni, anyám. Köszönjük nektek egy nagy-nagy téját. És mi lesz az őrmesterrel és Leslie közlekedési kihágásával? Kérem, ne tőlem kérdezz. Ugye nem is tőlem kérdezz? Tőlem? Nem, miért? Itt van ez ő édesapja. Majd ő megoldja. Leslie nem lesz letartóztatva. Bocsánat. Hogyha nem lesz letartóztatva. Miért? Hát akkor Connolly őrmesternek le kéne tartóztatni a saját unoköcsét, Dr. Connollyt is, nem? Mert Dr. Connolly saját bevallása szerint kinkóvágott a párkány, és ekkora injekciós tűt küldött be a főnővérnek. Hát csak nem képzelni, letartóztatja a saját unoköcsét, akkor a fiamat sem. Zseni vagy, tudom. Ja, de Zsenit szültél nekem, Nagyi. Nem én szültem, Lumpik bébi. Hát akkor mehetünk mi is. Mrs. Bonnie. Ez egy olyan? 19 évvel ezelőtt elszúrtam a dolgot. Na, most nem hagyom ki ezt a viccet. Hát nem, kedves. Hát nem. Tiszteletes úr! Tessék, fiam! Tessék, drágám! Egy kis magyarázattal tartozik. Jaj! Nem is tudom, hol kezdjem. De ott talán nem is. Drágám, tudod mit? Csináljuk azt, hogy menjünk most be a küldöttekezés, akkor én éjjel nagy összefoglalót tartok neked. Menjünk, drágám, mert szőrgülni tényleg megöl. Gyere! David! Tessék, fiam! Ez a fiú mégis nagyon hasonlít rád. Ez rám? Nem viccelj! A természete ugyanilyen hisztériás, mint te vagy. És ugyanilyen nagy szája is. Menjünk, drágám, mert Sörvilubi megöl! David! Tessék! Tudod, azért nagyon jó érzés tudni, hogy egyszer, valamikor, igazi férfi voltál. Egy jó ideje már nem nagyon kukorékos. Mert annak idején sokkal virgoncabb voltál otthon is, amikor az a kis kalandod volt. Nézd, én nem mondom, hogy térjünk vissza a régi szép időkhöz, amikor a laborban kakaskodtál. De azért egy kicsivel több lelkesedés otthon mindkettőnknek jót tenne. Egészség, amíg van! Menjünk, drágám, mert szörnyűbb, mint tényleg. Menjünk, nézzünk a küldöttek után. Drágám, bocsáss meg, hadd mondjak valamit. Én azt hiszem, hogy én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert nekem az életben minden sikerül. Hát, ha úgy veszük, én is nagyon szerencsés vagyok, mert nekem is minden sikerült. Ugyan, fiam, hagyd el meg. De bizony. Mégis mit gondolsz? Amíg te a laborban kísérleteztél, Dr. Bonnie és én, mivel töltöttük az időt?